Az elmúlt hétvégén Érden rendezték a röplabda férfi és női magyar kupa döntőt. A hölgyeknél a Békés Csaba a Vasast legyőzve szerezte meg az aranyérmet, a bronzmérkőzésen pedig a Nyíregyháza és a Jászberény lépett pályára. Az első szett 26-24-re a jászságiaké lett, a folytatásban viszont 21-re, 17-re és 21-re három játszmát nyert zsinórban Horváth András együttese, amely sikerével megszerezte a harmadik helyet. Kevesebbet hibáztunk talán, a védekezésünk is jobban összeállt, tudtunk váltani bizonyos játékelemekben, amire nem reagált úgy a Jászberény, ahogy azt vártuk, talán ez segített bennünket. A nyíregyházi együttes ebben a szezonban a bajnoki meccseken minden alkalommal legyőzte a Jászberényt, ettől függetlenül a csapatkapitány szerint nem mehettek biztosra a bronzmérkőzésen. A magyar kupa mindig kicsit másabb, mint egy bajnoki mérkőzés, sokkal jobban kell koncentrálni, úgyhogy egyáltalán nem tudtuk ezt mondani, hogy sima lesz. Sajnos ugye az előtte levő két hét is megnehezítette a helyzetünket, hogy nem tudtunk úgy készülni, majdnem minden nap, minden, ugye sérülés is volt, betegségek voltak, nem tudtunk teljes egészébe felkészülni, de ezt próbáltuk félretenni és nem foglalkozni ezzel, ezt nem is nagyon hoztuk le előtte a sajtóba, mert tényleg ezt nem tudtuk kifogásnak hozni. Ott a mérkőzésen azt hiszem már mindegyikünk tudta, hogy mi az, amit bele kell tenni a mérkőzésbe, mi az, amivel el tudjuk hozni a bronzérmet. Az elején nem jól kezdtünk, de hála jó ég a második szedben magunkra találtuk, és tényleg csapatként küzdve el tudtuk hozni, és hát nagyon örülök a sikernek. Az ülőröplabdázók kupadöntőjének Agárd adott otthont. A nyíregyháziak a csoportmeccseken egyaránt 2-0-ra verték a Vasast, a Tatabányát és a Nagykanizsát. A fináléban a Vác ellen 3-0-ra győztek Vitéz Gáborék, így 25. alkalommal került Nyíregyházára a magyar kupa. A legnagyobb probléma talán az volt, hogy hiányoztak emberkeink, akik abból ráadásul ugye kezdőjátékos is volt, egy centerjátékosunk, akit nem olyan könnyű pótolni, mert ezen a poszton azért nekünk van hiányunk, de megoldottuk ezt a feladatot. Talán még ami nehéz volt, az ugye a korai indulás, hajnali kelés, egész napot 3-4 meccset letudni, és ugye a legerősebb ellenféllel játszunk a legvégén. És még azt mondom, hogy talán ilyenkor az a legproblémásabb, hogy mindenki minket akar megverni. Most természetesen a Váci csapat is nagyon felspanolta magát, főleg, hogy a Kikindát meglepetésre sikerült elkapnia, és azt hitték, hogy itt más babér is terem még nekik aznak. A folytatásban mindkét csapat a bajnokságra koncentrál. A tabellán jelenleg második helyen álló hölgyek célja az éremszerzés, az ülőröplabdázók pedig bajnoki címet szeretnének ünnepelni a szezon végén.